Szeretettel köszöntöm a Mozaik nézőit, amely adásban a jóga és a zene kapcsolatáról lesz szó. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Tatai Katát, az Újpesti Bandha Jóga Stúdió vezetőjét, illetve Döme Juditot, a Hangolda Headpentől. Sziasztok, lányok! Szia. Köszönöm, hogy eljöttetek! Nagyon sok témáról fogunk beszélgetni, külön a jogáról, a zenéről és a kettő kapcsolatáról is. Először, Kati, hozzád fordulok, mert ugye mindig, amikor elkezdünk beszélgetni, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mi pontosan a jóga, mert szerintem egy nagyon összetett fogalom, és mindig újabb és újabb fogalmak és értelmezések kapcsolódnak hozzá. Tehát jelenleg neked most mit jelent? Igen. Hát én is ahogy változom, mindig, ahogy jól mondod, mindig más tapasztalok meg a jogából. És úgy érzem, hogy évről évre nekem minél inkább az a fontosabb, hogy kapcsolódjak emberekkel, és ott segíteni tudjak nekik a mindennapokban, a stresszmentes életben, a fájdalommentes életben, hogy mindenhez rugalmasan tudjunk hozzáállni. És ugye a jóga az ászanákon keresztül rugalmasítja a testet is, ugye a pózok, sok-sok nyújtás, lazító pózok, és a relaxáció az, ami segít ebben. És akkor ugyanígy a stresszoldásban is megjelenik, és a munkahelyen is, akár párkapcsolatokban is hasznosítani tudjuk ezt a sok jó dolgot. Akkor nagyon sok pozitív hatása van. Igen. És ugye nem csak testi, hogy mondjuk csinibbek leszünk, hanem lelkileg is egy plusz. Hát nyugodtabbak, kisimultabbak. Tehát főleg a csajokon egyébként még az arcukon is látszik sokszor, hogy a jogának áldásos hatása, hogy kisimul a bőr, tényleg még a ráncok is enyhülnek. Akkor mindenképpen pozitív. És egyébként olyan van, hogy mondjuk valaki jön hozzád jóga órára, ránézel, van egy képed, és ahogy vége van az órának, teljesen más kisugárzás. Tényleg? Sőt, érdemes is megfigyelni mindenkinek saját magán a változást. Ugye érkeznek a jóga órára egyfajta energia rendszerrel, amit éppen az aznap okozott, vagy a hétvége, vagy az előtte levő napok órát. És akkor a jóga órának pontosan az a legfontosabb célja, hogy el tudjunk vonatkoztatni, egy kicsit ki tudjunk lépni, és csak magunkra figyelni. És akkor, ha megtaláljuk újra a belső harmóniát, az egyensúlyt, tényleg egy ilyen nyugalmi állapotot, ami természetesen belülről fakad mindenkiből szerintem, akkor ugye megváltozik ez. Ez is akkor az arcunkra van írva, a testünk is könnyebb, lazább, a vállak leereszkednek, és teljesen másképp tudunk hazamenni a családhoz. Én is ezt tapasztaltam, amikor voltam nálad, akkor utána egy ilyen sokkal könnyebb érzés volt rajtam, és akkor utána újra tudtam mindent csinálni. De nyilván alapból a sportoknak van egy ilyen pozitív hatása, de valahogy a jogánál tényleg érzem azt, hogy lelkileg is egy pozitívabb vonal. Igen. Meg ami még nagy különbség szerintem, én sportolni is nagyon szeretek, meg a jogát is nagyon szeretem, hogy a sport az egy kicsit feltölt, energetizál. A jóga ilyen szempontból pedig pont, hogy ellazít, lelassít. Tehát egy kicsit az ellenkezője. Kiegészítésnek tökéletes a kettő együtt, én úgy gondolom, hogy sőt, el sem lehet hagyni. Tehát aki rendszeresen mozog, mindig kifejezetten szoktuk javasolni, hogy iktassa be a jógát, vagy bármilyen nyújtási rendszert, módszert arra, hogy ellensúlyozza azért. Az egy igen nagy igénybevétel a testnek a rendszeres mozgás, ugye az izmokat nem csak erősíteni, hanem akkor ellazítani is kell. Igen, ez nagyon fontos, hogy a bemelegítés, meg a lezárás és a nyújtás is milyen fontos, és jógánál is ez a dinamika igazából megvan. Igen, meg hát a mennyiség. Azt hiszik az emberek egyébként, hogy egy kicsit nyújtózkodom, és úgy az, hogy ez elég. De azt mondják most már egyébként, hogy amennyi a mozgás, annyinak kéne lenni a lazításnak. Tehát egy óra sport után egy óra nyújtás lenne az, ami szükséges, hogy a regenerálódásban is segítsen, meg hogy helyreállítsuk az izomrostoknak a hosszúságát. És ugye többfajta jóga típus van, erről is beszélgettünk. Még nálad itt az újpesti stúdióban milyen típusú jogákkal tudunk megismerkedni? Kicsit leszűkült most a repertoárunk. A legnagyobb kedvenc az mindig a gerincjóga, ezen kívül van hatha jóga, vannak élőzenés jóga órák. Itt mindjárt bekapcsolódunk. Igen, a yin-jogákat is nagyon szeretem. Tematikus workshopokkal készülünk egyébként minden hétvégén, és ott nagyon sok az eszközhasználat, a zene is mindig ott kerül repertoárba, úgyhogy a szombat az mindig egy változatos. Általában ugye már a hétköznap mindenkinek kiszámítható, és akkor be vannak táblázva az órák. Úgyhogy mindenki tudjon tervezni, ezt már szeretem, ezt az órát ismerem, akkor tuti azt kapom, amire várok, és akkor tényleg olyan energiával távozom, ami a lelkemnek is feltöltődést okoz, és akkor a szombat az mindig egy változatos. Olyankor egyébként mindenki szélesebben kimozdul, meg kísérletezik, úgyhogy szombat délelőtt az mindig meglepetésekkel teli. Vannak visszatérő vendégek és új vendégek is, vagy hogy oszlik meg az arány? Igen, és nagyon szeretem az új vendégeket is, meg a régi vendégeket is, teljesen másképp állok hozzájuk egyébként.
hogy aki régóta jár, ott már bensőségesebb a viszony, már ezerével ismerjük egymást, az új vendégek meg mindig kihívást jelentenek, hogy kinek miben tudunk segíteni. Judit, akkor térjünk át egy kicsit rád, mi az, amivel foglalkozol pontosan, és mik ezek a csodálatos hangszerek, amiket behoztál nekünk? Hát én is egy új vendég voltam annak idején. Ja, innen van a kapcsolat? Tehát, hogy de menő, ez nagyon jó. Igen, és akkor... Hát aztán kiderült, ugye, hogy ismerkedünk, meg a Gyakati is mondta, hogy egy ilyen kis közösség alakulott. És akkor ugye kiderült, hogy én egyébként tanulok, játszom ugye ezeken a hangszereken. Most már hát lassan egy olyan 4-5 éve. És amit szoktunk mi együtt csinálni, az pont ez, hogy handpen, amit itt látunk. Ő a nagyobbik, mindjárt, ugye? Mindjárt beszélek róla egy picit. Dallamokkal, meg egyéb hangszerekkel kísérjük a jógaórát, ami segít így az ellazulásban. Igen, és akkor a nagyobbik ez a handpen. És megszólaltatod neki? Megszólaltatom. És ezt úgy kell elképzelni akkor, hogy az órán, miközben mennek a különböző gyakorlatok, akkor te ehhez egy dallamos kísérletet adsz akár ritmikusan, vagy ez hogy kell? Igen, nagyjából így, hogy... Általában olyan jogát szokott akkor tartani a Kati, amiben ilyen hosszabb pózok vannak, lassabb, és akkor az alatt szoktam én is játszani, illetve az egyéb hangszereket is szoktuk még így használni. Na, egy picit akkor megszólaltatom. Van pozitív hatása? Mármint, hogy szerintem van, de hogy attól függetlenül ti biztos jobban össze tudjátok foglalni, hogy mondjuk így a jogának és a zenének a kapcsolata, miben segít esetleg ez, hogyha közben ezt hallgatjuk? Hát, mivel ugye azt mondják, hogy a testünk az nagy része víz, és ugye ezek a hanghullámok, hangrezgések, ezek mindenképpen tulajdonképpen az egész testre, sejtjeinkre hatással vannak, úgyhogy ha mást nem, ami a legalapabb talán, az egy ilyen ellazítást, lazulást, relaxációt segít. De nyilván aztán erre biztos vannak egyéb kutatások is, hogy milyen más hatása lehet még akár a különböző hangoknak. És te mióta foglalkozol ezzel a zenei világgal? Hát én egy ilyen 4-5 éve, és akkor először én is úgy kezdtem, hogy tanultam, egy handpen tanártól, és akkor utána tulajdonképpen így jobban kibontakozott ez a hangszer. Igazából egy ilyen nagyon intuitív hangszer, szóval én magam nem vagyok zenész, és én egyébként javasolni tudom mindenkinek, hogyha talál egy olyan lehetőséget, akkor nyugodtan menjen el kipróbálni, mert csodálatos, és tényleg nem nehéz egyébként. Na, majd én is kipróbálom, hogyha vége van, vagy lehet még közben is, hogyha úgy alakul. És ezt egész végig játszod, miközben van a jógaóra, vagy bizonyos megvan a kerete, hogy mikor kapcsolódsz be? Hát szoktunk általában... Tulajdonképpen nem is beszélünk össze, hanem ez így ott alakul egy ilyen, sokszor szokták mondani ezt a flow állapotot, és valahogy, ahogy figyelünk egymásra, meg a többiekre, ugye, akik részt vesznek, szoktunk így felváltva, hogy hol én játszok egy kis dallamot, hol a Kati hozza a hangtálait. Ja, igen. És akkor valahogy, ahogy figyelünk egymásra, ez így ott alakul, szóval ezt nem szoktuk megbeszélni előre. Ez szóval rezgés van bőven. Van egy ilyen hatalmas nagy gong is, ugye rengeteg hangtál, Nepálból kézzel készített hangtálak. Úgyhogy ez csodás élmény. Hát ez elképesztően izgalmas, tényleg. Igen. Én azt szeretem egyébként, amikor a Judit zenél, hogy nagyon szelíd.
Olyan, de tényleg olyan alázattal fordul a dallamokhoz is, meg a vendégekhez is, mert ugye a handpent is sokféleképpen lehet megszólítani. Úgyhogy én azt szeretem benne, hogy olyan tényleg olyan elsimító, kisimító, ellazító az ő zenéje. Teljesen összehangolható a hangtálakkal is, meg a jógapózokkal is. Igen, itt nyilván egy hatalmas összhang van köztetek is, és a zene és a jóga között is, hogy az kell ugye a résztvevőknek. Igen. És mi akkor a másik csodálatos hangszerünk? Igen, a másik az egy nyelves dob. Igazából egyébként a handpennek magyar neve nem nagyon van, dallamdobnak szoktuk hívni, így magyarul, de ez még nem annyira elterjedt. Ez azt mondnék, hogy ugye ezt már gyártják itthon is. Igen, ugye? Ez tehát, például, egyébként nem, mert mind a kettő egy itthoni gyártás, más-más a gyártó, de igen, tehát most már itthon is elérhető, külföldi gyártóktól is, de igen, magyar de gyártóktól is, és akkor ez a másik, ez... Ezt meséld el, honnan szerezted. Ez pedig egy nyelves dob. Ó, de szép. És hát annyi a különbség, hogy ahogy látszódik, itt ugye ilyen kis bemélyedések vannak, amik a hangmezők, itt pedig nyelvek vannak kivágva. Nagyon más izgé. Picit az anyaga is nyilván. Megmutattam egy kicsit ezt is. Ezt és akkor ezt kézzel, azt pedig ugye kis ütő hangszerrel. Igen, igen, igen. Ezt már inkább ütővel. Ezt is lehet egyébként kézzel, de talán jobban szól a kis ütőjével. Hát ez is gyönyörű. Mennyire hasonló, és mennyire mégis más, nem? Más a hangszín, teljesen más hatása van. Tehát a gyakorlás közben is, a pózóban is, ugye a visszajelzések alapján más élmény a vendégeknek. Mitől függ, hogy melyiken játszol, vagy játszotok? Szerintem hát a pillanat, aha, igen, tehát igen. Nincs úgy megkötve, hogy mondjuk ezt bizonyos típusokhoz nem. Is nagyon a másik. Nagyon rugalmasak vagyunk, de mindenben, tehát ahogy az élet adja magát, azt követjük. Érdemes. Tök jó. Nagyon klassz. És Judit, veled hol lehet még találkozni, hogyha nem akadt jóga óráján, akkor? Én szoktam egyébként hangfürdőket is tartani, általában a Katinak a jóga stúdiójában. De egyébként megfordulok néha az utcán is, csak mint utcazenész. És most hova készülünk? És most, hogyha lehet mondani, akkor a rakpartra készülünk hétvégén. Persze, hogy lehet, még utána is néztem, erre mentem volna még, hogy milyen érdekes. Igen. Most nagyon izgatottan várjuk. Ez most egy ilyen, megint csak egy ilyen új dolog, amit ketten csinálunk a Katival. Kinn a rakparton, a Dunaparton egy naplementés joga, amit egyébként naplementés jogát már csinálunk. Igen, itt a kabinnál, ugye, a Dunaparti. Igen. Az is van most egyébként? Hogy elindult újra minden évvel, rendíthetetlenül kint vagyunk a Dunaparton, és hétfőn szerdán 19.30-tól kezdődik a gyakorlás, régi és új arcokkal, rengeteg jogapózzal, kezdőknek is, haladóknak is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, csak egy jogamatrac szükséges, és mindenkinek jár a végén egy finom limonádé. És hát rengeteg élmény. Igen, és azt veszem észre, hogy igazából minden évben erre hatalmas igény van. Igen. Tehát, hogy valahogy így kiszabadulunk igazából a teremből, bizony. És kint vagyunk egy gyönyörű újpesti helyszínen, tényleg ott a természetben, és valahogy úgy mindenki, nincs senkiben semmilyen gát, hogy azért a többiek ott ülnek, mondjuk a kabin vendégei. Jó vagy kérdés, bárki. De azonnal szerte fosztik. Komolyan? Mert sokan érkeznek arra gondolnék, hogy jaj, itt most igen. Hirtelen ott... Igen, mindenkit megnyugtatok, hogy jöjjön bátran. Ha nem érzi jól magát, akkor semmi gond nincs, föláll, és akkor inkább elvonul. Tehát, hogy lehet egy ilyen variáció is, de hogy ez sosem történik meg. Tehát amint mindenki leül a matracra, és meglátja a vizet, a Dunát, megérzi az illatát, és elindul a gyakorlás, kikapcsol az agy. Pont ez a lényeg a jógának, hogy a fókusz, a stabilitás, igen. És hát az a harmónia, hogy mindenhol jó. Tehát ez csak rajtunk múlik, hogy kizárjuk a külvilágot, és ha eldöntöm, hogy jól leszek, akkor jól leszek. Hányan szoktak lenni, hányan fértek el egy ilyen? Szerintem nagyon sokan elférünk. Uh-huh. Hát azért, amikor azt mondom, hogy egy 20 fő az már sok, tehát 10 és 20 fő között mozgunk, tehát egy kellemes kis csoport, tehát kihangosítás már kell azért, hogy mindenki hallja az instrukciókat, meg a feladatokat. De ilyen kellemes, a csoport hangulat már megvan. És Judit, te is akkor ezeken is részt szoktál venni, vagy résztvevőként, vagy pedig zenei kíséretet játszva, vagy hogy szokott igen, menni? Az egyik évben ott azt hiszem talán minden szerdán volt handpenes naplementés joga, tehát itt a kabinban.
Az nekem is egy újdonság volt, még én is izgultam az elején, pont amit te is mondtál, hogy ott azért vannak sokan, akik nem a jogára jönnek, csak ott látnak, néznek. De szerintem az első pár perc után, ahogy a Kati is mondta, ez így elmúlik, és akkor ott is kísértem én is a jogát most. Idén én is jogázni járok. Nagyon szeretem én is ezeket. Milyen jövőbeli terveitek vannak még? Itt mondtátok ezt a rakpartos jogát, de vannak-e még esetleg egyéni vagy közös tervek a későbbiekben? Minden lehetőséget megragadunk. Igen, minél több esemény. Uh-huh. Mindig ez a terv. De az nekünk is mindig egy plusztal. Tehát ha valamit tudunk adni másoknak is, valami jól sikerül, de szerintem ez mindenkivel így van, hogy kellenek ezek a picike kis lépcsőfokok, hogy az ember, amikor este hazamegy, akkor azt mondjuk, na ez egy jó nap volt. És gondolom, hogy tényleg a visszajelzések azok nagyon pozitívak, igen. Akár már így a közös projektekre is, mert tényleg az embereknek szüksége van. Hát aki részt vesz, az feltétlenül mindig. És sokan úgy vannak, hogyha például kívülről is látnak egy ilyet, hogy nagyon sokan oda jönnek utólag, hogy lehet legközelebb csatlakozni a programokhoz. Úgyhogy az is nagyon érdekes, hogy elég csábító már maga az is, hogyha kint vagyunk, és elindul a közös munka. Én meg azt veszem észre, hogy talán ebben az időben, most ugye ilyen jó idő van, hogy nyitottabbak az emberek a kinti programokra, tehát hogy bejönnek talán a jogastúdióba is, de mi is igyekszünk kinti programokat keresni, megragadni a lehetőséget, mert most erre nyitottabbak az emberek szerintem. Én például azt is imádom, hogy kiszakadunk a kényelemből. Ó, hát igen. Ilyenkor mindig rádöbbenek, hogy kell, ez lehet, hogy nem is olyan fontos a klíma, nem is olyan fontos ugye mindig a komfort, hogy anélkül is van élet, és lehet, hogy kicsit más, de lehet, hogy akár szebb is, vagy valami másban ad többet, mint a megszokásaink. Igen, megszokott helyszínek. Én is ezt gondolom, és hát egy kinti alkalom arra is jó, hogy ugye új emberek csatlakoznak, aki mondjuk csak fröccsözget a kabinteraszán, akkor így a végére rájönnek. Azért oda megy. Van ilyen egyébként, hogy utána itt mondjuk a kabin jóga után jönnek? Igen. Sokszor külföldiek is. Komolyan? Úgyhogy nagyon sokan járnak úgy, hogy a angolok, vagy pedig éppen turisták, és itt vannak, becsatlakoznak, és nem is értik egyébként a jóga órát, mert ugye a legtöbben mindig a környékbeliek jönnek, úgyhogy nem készülök külön angol nyelvezetű instruálással, de hogy becsatlakoznak úgy is, hogy csak követik a mozdulatokat, és akkor nézelődnek. Hát jön a flow ott teljesen, hát gondolom ott azért sok mindenkit elkap. Neked is ez volt egyébként, Judit, így az első jóga után, hogy ezt valahogy még tovább szeretnéd? Mert én Katival azt éreztem, hogy nagyon jó tanár, és közben elképesztő jelenség, és nagyon szimpatikus, és hogy így egymásra találtunk valahogy. Tehát nekem volt egy ilyen kapcsolódásom, de gondolom nálad is. Igen, nálam is az volt, hogy elmentem az első órára, és akkor egy picit még olyan kis ügyetlennek is éreztem magam, de egyébként meg annyira jó volt a hangulat, hogy ez így nem zavart, hanem akár kinevettem saját magamat. És akkor ez a közösség, meg tényleg a Katinak a személyisége az, ami továbbra is hív, tehát hogy én nem csak zenélek, hanem én járok a jogaórákra is, főleg egy ilyen irodába töltött nap után. Pláne plusz tud adni. Tehát mindenkinek azért a válla, a háta, a dereka, szerintem nincs is már egészséges ember a Földön. Úgyhogy nagyon nagy szükség van arra, hogy egy kellemes átmozgatásra, kilazításra. Sokszor egyébként egyéb terápiákat is lehet helyettesíteni egy rendszeres joga gyakorlással. Hát megelőzni mindenféleképpen, de van úgy, hogy le lehet cserélni egyébként már egy szigorúbb terápiát is, és akkor beválik. Tehát akármilyen heti egy alkalmas gyakorlás is olyan változásokat hoz, hogy nincs szükség akár gyógyszeres kezelésre, vagy egyéb beavatkozásra, ugye nagyon sok ez a kinezió tapaszt van, meg egyéb ilyen olyan terápia, amit el lehet hagyni. Akkor tényleg sokkal összetettebb hatása van, mint amire így elsőre gondolnánk, hogy csak csini, és akkor nagyon jó, hanem tényleg így feltölt. És csini is nagyon jó. Igen, nem utolsó sorban nyilván, igen, tehát hogy pozitív külső hatása is vannak nyilván. És lezárásként így általánosságban a jóga órákról beszéljünk. Hányan vagyunk mondjuk egy alkalommal ott bent, hogyha teremben vagyunk, nem pedig a kabinban, és mivel készüljünk, mit vigyünk? Mert a kabinosra csak a matrac, nem tudom, hogy egyébként a klasszikus órára mire kell készülni. Igen. Hát a joga stúdióban kényelem vár mindenkire, úgyhogy nagyon készülni nem kell, mert van matrac is, van tea is, úgyhogy minden nagyon komfortos. Tényleg csak annyi, hogy kényelmes ruhát kell hozni, kinek miben kényelmes, pólóba, cicanaciba, vagy egy kis topba. Jellemző egyébként, hogy lányok vannak az órán, úgyhogy emiatt sem kell úgy kellemetlenséggel számolni.
Néha adódik egy-két férfi. Tehát mehetnek a férfiak is, jó? Rövid időtávra, igen, igen, de azért a hölgyeké szerintem elsősorban itt a főszerep. Igen, én is azt szeretettel gondolom. Várunk. De a férfiaknak is ad plusz, tehát gondolom, hát hogyan, mondjuk aki nyújtásilag bátor, főleg, igen. Tehát, hogy nekik is nagy szükségük lenne rá, csak nagyon nehéz őket meggyőzni. Vannak ilyen dolgok, igen, amiben ők még eléggé. Általában akkor érkeznek már, amikor muszáj, tehát amikor már tényleg fáj valami. Ez is egy tipikus mentalitás. És akkor addig maradnak, amíg fáj. Tehát ebből is látszik, hogy milyen hatásos, mert amint jobban vannak, akkor így eliszkolnak. Jó, akkor én már jobban is vagyok. Jó, de ebből viszont tudsz pozitív tapasztalatokat szerezni, hogy hát meggyógyult, úgyhogy legalább. Igen, és időszakosan visszatérnek. Vissza-vissza tekintők. Nagyon klassz. És egyébként te milyen jóga óráira jártál a Katinak, vagy mi az, amik közelebb állnak hozzád? Én általában a gerinc jogára szoktam menni, mert ez egy ilyen lassabb, nyújtósabb, átmozgatós. Most az én valahogy ebbe az életszakaszomban erre van igényem, nem erre a nagyon dinamikusra, de egyébként olyan is van szombat reggelenként, hogyha valaki erre vágyik. Úgyhogy nekem ez, és amit meg együtt szoktunk, az pedig ez a yin yoga, ami még ennél is talán egy picit lassabb, ilyen kitartott pózokkal. Ez a lassabb, ez azt is jelenti, hogy nehezebb azért, vagy pont könnyebb? Hogy kell elképzelni? Igen, hát ez testalkattól függ, mert ilyenkor a pózokban 3, akár 5 percet is benne vagyunk. Most aki ugye feszesebb, kötöttebb, neki kihívás. Tehát neki úgymond ez nehezebb érzetet okoz. Viszont aki nagyon lazza, és nagyon könnyeden, kényelmesen belepihen ezekbe a pózokba, ő neki meg inkább pihentető. Ott viszont a zene az, ami plusz faktorként belép, ugye feltölti ilyenkor. Teljesen más lelkiállapotban van benne az az a gyakorló, aki éppen küzd egy pózzal, vagy az, aki már élvezi. Ugye ez is nagyon érdekes, igen. És ugye ez változik. Egy személynek is egy éven belüli élménye, az szinte egy hullámzik föl és le, akár ugyanaz a gyakorlás, ugyanaz a póz, ugyanaz a sorrend, és mindig más és más élmény. Ugye nagyon függ az éppen akkori fizikai lelki állapottól, hogy tényleg hogy hat ránk az a testhelyzet. Igen. És tényleg a zene, most azon gondolkodtam még, hogy mondjuk futás közben is, vagy bármilyen sport igen. közben, azért a zene tud adni, legalábbis nálam mindenképpen ez van, hogy még egy kis plusz erőt, vagy teljesen igen. kikapcsol, és már azt nézem, hogy úristen, fél kilométer meghalok, aztán meg 4 kilométer hova tűnt, csak úgy az idő teljesen másként. Akkor igen. itt is gondolom azért jogánál is érezhető ez, hogy... Nagyon sokan mondják, hogy úgymond utaznak a zenével. Elindulnak vagy az emlékekben, vagy az élményekben, fantáziákban, tehát teljesen elvarázsol szó szerint. Igen. És akkor néha én zökkentem ki őket, hogy hopp, egy új póz, már jön a következő. Csináld. Hát csak ami jól esik. Persze. Mindig. Jó, hát akkor lányok, szerintem megbeszéltünk minden nagyon fontos dolgot. Még Judit arra kérnélek, hogy megszólaltatnád még egyszer így búcsúzóul. Kicsit hosszabb, annyira. Szép dalamot. Reggelig lehetne hallgatni. Ez a varázslat. Gyönyörű, elképesztő. Nagyon szépen köszönöm, lányok, hogy eljöttetek hozzám, és beszélgettünk, és találkozunk, ahogy én szoktunk van. Szerintem. Én pedig elköszönök a Mozaik nézőitől, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és jövő héten találkozunk.